Halló. Halló, kalambusz vagy. Üdvözlöm, Marko kívánok. Halló. Jó napot kívánok. Hirdetés miatt érdeklődnék. Krimi könyv. Van, meg van. Vannak még. Van. Kivel beszélek? Ilyes Imréné vagyok. Szemenyel, Petőfi Sándor utca 2. Hol, merre? Szemenyel, Szombathely körzete. Szombathely, Ingyér Jánosné. Ingyérné, figyeljen ide. Mik ezek, milyen fajta krimik? Mindenféle. A címeket tud mondani? Ami 62-ben van. Kocsetes. 62 darabban? Melyik csak 10 darabot olvasok? Á, 100. Egy 10 darabban megkérdezve. 10 darab 400 forint. 400 forint darabja. 400 forint darabja. Uh-huh. Na, figyeljen, Ingyérné. Mi a cím? Egy-két címet tudna mondani azért, hogy milyen is milyen krimik ezek? Izgalmasak? Ami 62-ben, 64-ben megjelent. Ja, 62-64-ben jelentek ezek meg? Igen. Uha. Azok a régi. De ezek még aktuálisak? Mert nincs még meg a tettes, meg ilyesmi. Az még, hát nagyon sok. Mert már rég eltelt, már sok idő. Na figyeljen, Ingyesiné. Tud egy-két címet mondani? Azért mégis. Ki? Szerzőt. Szerzőt, meg hogy mi a címe, meg hogy kik írták ezt, milyen fajták meg? Ne kérdezzem. Egyet se tud mondani? Nincs ott a kezében egy se? Ami régen. Nincs ott egy se? Hát nincs, be van csomagolva. Hova? Hát nem van az előtérbe. Ha, na, be tudja hozni, ezt meg tudja nézni, hát mert most így azért tudja, hát azért szeretném. Érdekel engem, lehet az egész. Csak szeretném tudni azért mégis. Honnan telefonál? Hát nem messziről, Balatonpart. Ja. Miköz messze, azért mondom, hogy... Hát milyenek vannak, mit tudom. Na, ingyen, akkor nézze már meg mégis, bontsa már ki. Mik ezek? Azt olvasom fel egy-két címet, mert nem. Ami 62-ben, 64-ben megjelent a krimitőben. Hát én most ezt így nem tudom az én érdem, mert nekem is nagyon sok van, hát most még egyszer ugyanazt nem akarom megvenni, tudja. Lehet nekem is megvannak ezek. Igen, megértettem. Értem. Figyelj, ingyen ebédnél. Ezek jó állapotban vannak? Olyan állapotban van, ami egyszer van kiolvasva. Az jó állapot. Az na várjon egy pillanatra, már itt a testvérem jobban ért hozzá. Ezekben, hogy mik voltak, akkor lehet, hogy tudja. De azért vegye elő őket, várja, átadom. Halló, elnézést, meg még fel. Ingesné? Igen. Jó napot kívánok. A krimik miatt írnak. Pólyot, az ilyen megré típusú. Tehát még abból a korból van. Tehát Kozsák előtt, Kalambó után, Petrocsellik. Azokban a fajtákban van, azok azon, a... tehát a Poirot, ez megrés, Most olyan tudna nekem mondani, hogy fegyver általi halálok vannak ott, vagy karddal végezik ki őket? Tehát én semmi fejezetet maguk kiolvast ezeket? Pisztolyos is van. Pisztolyos is van, kardos is van. Kardosok azok jobbak. Magam ezeket elolvast ezeket a könyveket? Hát persze, az érdekel. Magálóvasta. Tudna idézni valamit? Esetleg egyből, egyikből, valami, egy pár sor csak. Ilyet ne kérdez. Nem tud, elfelejtette. Egy valami tettes, meg tud nevezni? Ki volt a tettes? Hogy esetleg hát, az nekem megvan. Halló, Ingerné? Halló? Igen, itt vagyok. Igen, egy valami idézetet, hogy valamit. Semmit? Nem tud? Kérdelj el, van itt 200 darab könyve. 200 darab? Hát 10-et ír az újság. Hát szállt, már egy, most már tényleg nagyon érdekel, most már vegye elő, akkor legyen szíves. Ittosné. Már én itt a pénzt már kitettem itt az asztal, Ittosné. Azért megnézni? Egy tárat bontsok, mert most már tényleg egy gyűjtők vagyunk itt a testvére, mert nagyon érdekel most már. Na, na köszönöm, na akkor tartom. Megyünk ki, megnézzük a könyvet, nem arra van. Na, megnézi, jó van. Köszönöm szépen, Ibolyásné. Ilyesmi vagyok. Halló? Nem Ibolyásné, Illyés Imréné vagyok. Értem, ha most mondom én, hogy... Ja, Illyés? Hát, Imrésné. Ja, maga elnézést, nem rossz szám a vonal, én nem nagyon hallom. Hát igen, rosszul van értelmezve. Az a helyzet. Na, Zsuzsikám, oda meg... Imréné, akkor... Mindjárt ezt... Oké, köszönöm. Fáradt, csak vegyen elő egy-két sor, az kész. Igen? Ó, egy-két ilyen ízét, hogy amelyik mondja, milyen színű a borítója. Citromsága borítós van? Te Zsuzsi, ott vannak. Zsuzsi? Azt nem ismerem, az melyik könyv az Zsuzsis? Nem, hát van-e segítségem? Ja, segítségem van a Zsuzsi. Azt hittem a Zsuzsi, az nem ismerem azt a könyvet, Zsuzsi. Azt, hogy azt a tekeim abban.
Te itt van valami Zsuzsi? Ki az? Te nem mondta eddig. Na, egyet vegyél elő létszik. Tehát pillanat. Azt, hogy milyen... Na milyen Imolani? Milyen akkor? Mik vannak? Magas ablak? Azt ismerem, az megvan nekem is. Alacsony nincs meg? Ebben olyan képrablás van, igaz? Bandler. Na, hát ilyenek vannak. Hát egyébként csak egyet mondott Innovainé, ez most akkor... Ördögök a vidám pokolból. Vidám pokol, aha. Az nem olyan vidám, az aha, nem. Aha, ismerős, de az nincs meg. Az meg. Jó, sok lesz sor, nem? Na figyelj, írdatlanné, akkor... Milyen könnek? Vágyál volt. Olyan kell, pisztolyosok kellenek, pisztolyosok, amiben pisztoly meg kard. Pisztolya meg karddal verekszenek. Hát akkor az antikváriumban menjen be. Na menjünk. Hát különleges könyvek. Különleges, aha. Na figyelj, izzatni! Igen. Mennyi lenne darabja ezeknek a könyveknek az ára? 400 forint darabja. Mennyi darab van? Hány darab van? Hát hány darab van? 100 darab. Na szorozzuk ki akkor, izzatni. Hát ez mennyi? 40 ezer. Abból semmit nem lehet alkudni? Egybe elhozom az egészet? Nem, szeretném. Egy csak ki, ennyi pénz és egy... Elviszik. Elviszik? Elviszik. Hát azért ízmosni, azért mindent csak nem fogják elvinni. Hát egyszerre. Na várjon, akkor vissza a testvéremet. Azt mondja, az ízmosni, hogy nem, elviszik. Hogy ne bírjunk? Irgalmatlan, de akkor azt szeretném megkérdezni, akkor most akkor főtrum, mert ezek a könyveké vagy, akkor nem, akkor odaadja. Halló? Halló? Imperiálni? Halló? Nézd a könyveket, tudtam beszélni. Halló? Igen. Imperiálni, akkor elmenjünk ezért este, akkor följövünk, akkor megnézzük ezeket, akkor kifizetjük, akkor jó? Akkor este rá magára csörgünk, úgy jó? Halló? De hát akkor, hogyha ki is, el is viszik, és ki is fizetik. Hát ki is fizetjük, hát most miért mondanám, mert azt hiszem, nem fizetjük ki mi? Injektorni, hát most nem olyanok vagyunk mi, hanem kifizetjük. Szóval fölmegyünk, akkor rakja össze, csomag össze, fortajtsa, lefesse, le kell neked testeni. Anya, fesse, az kész, ott vagyunk mi mindjárt. Jó. Na, akkor hívjuk még, jó? Köszönöm, viszont hallásra, idramatlani.